Sziasztok, üdvözlök mindenkit itt a Napfényes YouTube csatornán. Először is megköszönöm, ha feliratkozol, és ha már megtetted, kérlek aktiváld a harangikont, hogy azonnal értesülj az új tartalmakról. Mai témánk pedig egy indonéz zöldséges tészta lesz, egy bami goreng, amit fűszeres szejtáncsíkokkal fogok tálalni. Gyertek, tartsatok velem most is! Ez a recepthez először a szejtánt fogom előkészíteni, a többi összetevőről majd később. Szejtánt már készítettem több alkalommal itt a csatornán, ide mellékelem a linket, rá tudtok kattintani és közvetlenül eléritek. Ilyen kis darabokat vágtam főzés előtt, ugye ez szabadon választott, bármilyenre darabolhatjátok, és én ezt most csíkra fogom felvágni. Ennyi elég is lesz. Ez egy 25 dekás sikérporból készült mennyiség, és annak a felét vágtam így össze. Most ezt beleteszem egy üvegtába, befűszerezzük. Egy kis steakfűszer sót szórok rá, mehet rá egy kis olívaolaj, pici gyömbérpor, és egy kevés kis körivel még meghintem. Ugye ez egy ázsiai típusú étel, a zöldségek is köris ízhatást fognak majd kapni. Most pedig elkeverem. Nagyon jó, megvannak az alapízek, ezt a szép nagy tepsit fogom használni, kibéleltem sütőpapírral, és mehet is a szejtán bele. Szépen elegyengetem, hogy mindenhol érje egyenletesen a hő. Látjátok, ilyen ceruza vastagságú csíkokra vágtam, azért, mert majd a zöldségek is ilyen formában lesznek, és a tészta, ez a széles metél tészta, alias tagliatelle, ez is hasonlatos ehhez a mérethez, úgyhogy már akkor legyen egyenletes a látvány. Kész is vagyok az előkészületekkel, mehet a forró sütőbe egy jó 200 fokon, legalább egy negyed óra 20 percre fogom betenni, hogy jól megpiruljon egy kicsit. Mehetünk is tovább a szejtán a sütőben, de robogunk közben, fölforrósítottam ezt a magasfalú serpenyőt, amit láttok, és le fogjuk a zöldségeket pirítani. Először is a hagymával kezdünk, a sárgarépával, és egy fél kelkáposztát is bele fogok darabolni. Mehet bele két kis lilahagyma, csak így a színe véget. Egyszerre fogom őket majd pirítani, addig hadd forrósodjon a serpenyő, ezért ide a deszkára gyűjtöm az összetevőket. És a káposzta következő, gyönyörű, szép zöld a belseje, úgyhogy ezt is csak így fölcsapom tetszőlegesen. Jó forró kell, hogy legyen a serpenyő, mehet bele már is az olívaolaj. Ha beletesszük egy langyos, vagy épp hogy meleg serpenyőbe a zöldségeket, nagyon hamar lehűti, és akkor a pirítás, mint olyan, nem fog végbe menni. Úgyhogy még várok egy kicsit. Forró az olívaolaj, mehetnek bele a zöldségek, így ahogy van, egyszerre mindent szépen belepakolok. Egy picit el is keverem rögtön, ne aggódjatok, jól össze fog esni, legalább a felére. Így most hagyok neki időt, hadd dinsztelődjön, és megyünk is tovább. Egy darabka gyömbért, egy újnyi gyömbért fogok belevágni. Először vékony szeletre, majd szintén vékony csíkokra. Ez is mehet a zöldségekhez. Úgy. Van még itt néhány zöldségem. Úgy látom, hogy be fog férni még a serpenyőbe, ez legyen egy darab angolzeller most. Ezt nagyon egyszerűen a következőképpen darabolom. Így sréjen, vékony, hosszúkás szeletekre vágom. Nem variáltam túl, mehet is a többiekhez. Nagyon szép színes, de még tehetünk bele egy kápia paprikát, hogy a piros is meglegyen. Félbevágom, kicsumázom. És ezt is csíkra vágom. Nem szoktam az elején lesózni, mert azonnal levet enged, ugye kidobja a nedvesség tartalmát a só hatására. Szeretem, ha egy kicsit pirulnak a zöldségek az elején, később ráérünk fűszerezni és sózni is. Érdekes ez az étel, mert hagyományos itthon is könnyen beszerezhető zöldségekből készül, káposzta, répa, paprika, zeller, és nincs ez máshogy a távol-keleten sem, esetleg a fűszerek, amik idegenek lehetnek, vagy egy picit izgalmasak, ilyen lesz például a kurkuma, a kardamom,
egy kevés curry, sőt curry keverék, madras curry és egy picit csípős van benne, és még egy picit porgyömbért is fogok beletenni. Lassan következik a fokhagyma, úgyhogy már ide bekészítem a nyomomba, alakulnak a zöldségek, nem fogom őket szétpárolni, úgyhogy mehet is bele a fokhagyma. Jöhet egy keverés ismét, nagyon szép. Addig érdemes pirítani ilyenkor a zöldségeket, amíg ezt a szép, haragos színüket megőrzik. Tehát ne sápadjon el a kelkáposzta, ne fakuljon ki a paprika, úgyhogy érdemes erre figyelni, hogy a végén a készételünk is gyönyörű színekben pompázzon. Kicsit lejjebb vettem a tűzhelyet, jöjjön is a fűszerezés. Először is kezdek egy kevés őrölt borssal. Zöld borsot használok, jöhet egy pici kardamom, főleg a curry, a szójaszósz, a gyömbér, ezek a jellegzetes fűszerei ennek az ételnek. Ha a többi esetleg nincs otthon, akkor ne aggódjatok, úgyis finom lesz. Az összes curryt rányomtam. Egy pici kurkuma, hogy még sárgább legyen, és most pedig sózzuk meg enyhén. Úgy ítélem meg, hogy egész jó, úgyhogy leveszem nagyon kicsire a lángot. Itt még úgyis a forró serpenyőben tovább pirul. Most pedig az utolsó zöldségünk jön, egy darab cukkinit vágok bele, szintén ugyanígy csíkokra. Gyönyörű, mehet is hozzá. Azért teszem most így a végén a cukkinit, mert nem baj, hogyha roppanós, sőt nyersen is nagyon finom, úgyhogy nem szeretném, ha szétplöttyedjen. Egy darab paradicsomot fogok még belevágni, így egyszerűen csak belekockázom, úgyis szét fog menni a hőhatására, úgy. És jöhetnek a zöld fűszerek. Van itt egy kevés petrezselyemem, ennek a nagyobb szárait, a vastagabb szárait egyelőre levágom, félretesszük, és ahol elkezdődnek a levelek, de még száras, ezt a részét most bele fogom tenni, már így az elején, vagyis a közepén, és friss koriandert fogok még alkalmazni, ennek is egy részét, így a szárait, a zsenge szárait, egy jó fél centis darabokra vágom, és mehet bele. Kész is vagyok az alapokkal, fontos, hogy így most félreteszem, nem párolom tovább, ugye res maradjon. Zöld fűszereket is ide félreteszem, majd a végén szükség lesz majd, mikor összeforgatjuk a tésztával. Na de tészta! Föltettem a vizet forni, és előkészítettem a már említett tagliatellét. Ha nincs itthon olyan tésztátok, mint ez, akkor használhattok akár rizst, vagy bármilyen más tésztát, spagettit is úgymond. Már forr is, amint látjátok. Egy jó evőkanál sót teszek a vízbe, és mehetnek is be a kis gombócok. A tésztának biztos, hogy kell egy 8-10 perc, úgyhogy addig nézzük meg a szejtánt, hogy áll a sütőben. Nagyon jó, elkezdett pirulni, amint látjátok, úgyhogy keverek rajta egyet. Megkóstolok egyet, nehogy túlsüssem. Nagyon finom, még egy 5 percre szükségem van, és aztán végleg kivesszük. Elkészült a szejtánunk. Nézzétek, nagyon szépen elősült. Lehet, hogy valakinek kérdés, hogy ezt miért sütöttem így elő. Sokkal jobb lesz az állaga, a textúrája, roppanósabb így, és most pedig vissza fogom párolni, ami annyit tesz, hogy ebbe a kis forralóba szépen beleteszem. Mehet rá egy kis szójaszósz, először a sötétebb, úgynevezett dark szójaszószból teszek rá, majd egy kevés tamari, és egy kevés vízzel felöntöm, ez egy jó 1,5-2 deci, letakarjuk. Használhatnám egyébként a tésztafőzővizet is, de félő, hogy annak a sótartalma már nagyon sósá tenni itt a szejtánomat, úgyhogy a tésztánk elkészült, megcséréljük itt szépen a két láboskát, ezt viszont rögtön szűröm is és lemossuk. Elkészült a szejtán is, szépen felpárolódott, gyertek, nézzetek bele, tökéletes tálalásig félretesszük. Most pedig forgassuk össze a zöldségeket a tésztával. Ez a zöldség szinte megtölti teljesen a serpenyőt, úgyhogy el fogom felezni. Ez egy 4-6 fős recept, fél kiló tészta, azért az elég sok, és látjátok, rengeteg zöldséget használtunk. Mehet is a tésztának a fele bele, és amíg újra felforrósodik, addig találtam itt egy kis fodroskelt, ezt még a végén belevágjuk, és a zöld fűszereket is előkészítem.
petrezselyem, koriander, kicsit nagyobbra hagyom, mehet is rá minden, így a friss összetevőkből. Nagyon jó, várom, hogy még felforrósodjon, és bontottam hozzá egy kis házi paradicsom polpót, egyszerűen le van csak darálva, a főtt paradicsom, egy kicsi szaftot adunk még neki. Ha nincs elég szaftja az ételnek, akkor egy kis tápióka keményítővel, kukorica keményítő, burgonya, bármitek van otthon, pici vízben feloldok egy jó evőkanállal, elkeverem, és szép lassan a forró ételhez lehet adagolni, és nagyon jól bevonja a kis zöldségeket, a tésztát, úgyhogy egy ilyen fényes, csillogó, szaftos, mártásos jelleget fog neki adni. Meglöttyintem, úgy, lassan jöhet is a tálalás, egy-két percet még hagyom. A tálaláshoz előkészülünk, szükségem lesz egy mozsárra, és pirított földi mogyoróra. Ez a jól ismert nasi, úgyhogy a mozsárban megtöröm durvára. Ezzel fogjuk majd az étel tetejét megszórni. Jöhet is a tálalás. Elkészültem ezzel a színes, nem mindennapi étellel, indonéz, nem húsos, metélt, alias bami goreng, szejtánnal, sok színes zöldséggel, tésztával és pikáns fűszerekkel. Remélem tetszett a videó és kipróbáljátok, találkozunk a jövő héten is. Sziasztok!